Akkor majd jövök. Jó. Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá a Méhek című sorozatunk 72. epizódja következik. Ez alkalommal most Attila nélkül, mert Attilának van egy kis házi feladata, vagy házi munkája, és emiatt így az adásnak nagyjából az első fele, első feléből ki fog maradni, viszont utána majd érkezni fog, tehát nem kell aggódni. Várhatóan az adás második felére már itt lesz velünk. És akkor ugye itt készül az Apatine, viszont igen, ez most, ja nem ez az ezoterik, viszont az Apatine-t pedig egy olyan helyre kéne raknunk, amely viszont generál tovább. Itt tesz például ez tökéletes, úgyhogy akkor az Apatine méhecske elkezd gyártani, mert ugye a Questbookban ránézek, mondom, ránézek a Questbookra, tehát az Apatine-ból Apatine Shard 32, végülis nem lesz olyan vészes szerintem, ez egy hamar meg lesz. Hát ez egy nagyon drága dolog lesz szerintem, ez az Invar listásai. Na nézzük, tehát Invarban, ezben bedobom ezt az okultat, nem hiszem, hogy olyan drágának tűnik a dolog. És szerintem a Honeycombot is feldolgozhatjuk nyugodtan, mert nem lesz belőle hiányunk szerintem olyan nagy mértékű. És hát hogyha megjön Attila, akkor a micsodát át tudjuk majd venni szerintem a tollat. Már azt elfelejtettem, hogy hogy kell. Ollival vannak gondok, igen, azt még ugye átnézés alatt vannak. Akkor ugye azt néztük, hogy mi kell, Ferus plusz ezoterik. Ugye az ezoteriket várjuk, hogy átdolgozza. Az megtörtént, igen. És akkor az ezoteriknek a... azt hiszem azt mondtam, hogy annak a királynőjét használjuk, a Ferusnak a... drónjával szemben, azt hiszem. Igen, mert ugye a Ferus az a vashajók az emlékeim. Te mi vagy? Windy. Ó, készül a... készülnek a dolgok. Itt pedig bekerült egy Ferus királynő. Mennyibe kerül a Ferus? Ferusnak a készítése Common plus Industrius. Jó van, megnyugodtam. Ezt gyorsan összepakoljuk, ledaráljuk, és akkor legalább nem használunk egy... ...királynő... ...princesz. És akkor a másik pedig... mi volt? Mit keresünk? A Ferus. Industrius, igen. Jó, azt hozok magammal. Ezt ugye rendelkezünk belőle bőven. Ha megtalálom, azt hiszem te leszel az. Ja. Oké. Na, tehát Common Princess plusz egy Industriusnak a drónja, készül belőle a Ferus. Csak elfogyott nekünk a mutagenünk, és ugye ahhoz meg ugye mi kell? Glowstone. Viszont ahhoz meg ugye Attila kell, hogy kiszedje a Glowstone-t. Erre ki tudom szedni? Természetesen nem. Hát... akkor átmegyünk gyorsan a Netherbe, hozunk egy kevéske Glowstone-t. És reménykedem, hogy nem lesz baj.
kicsit más irányba kezdek el keresgélni. Kobalt az még. Nem nyert. Hardájt az nekem nem köl. Hoppá! Ez micsoda? Begyulladt. Csak annyi. Na, akkor felmászunk egy kicsit. Jó, elfogyott. Mindjárt megyünk. És használunk mindjárt cobblestone-t rá. Itt föl, és akkor itt lesz elvileg. Aha. Na, hoztunk magunkkal egy kis követ is. Sötétedett aludni. Igen, ezért ment el az Attila, hogy tudjunk csicsálni, és ne történjen semmi baj. Igen, csak még továbbra sem találtunk, úgyhogy azért el leszünk vele. És pont a vár irányába megyünk, egyébként megjegyzem.
rossz irány. Pont a másik barlang kell. Illetve onnan indultunk, ugye? Na, itt van az út. Jézusom, de sok lesz a... Hát, hogy túl fönt vagyunk egyébként most már. Nem, nem vagyunk annyira fönt. Illetve még várjunk vele, lehet, hogy tényleg fönt vagyunk túlságosan. Igen, a zsák. Akkor erre föl kell nézegetni. Azt ott hallok. Hiszem, hogy ennyire... Na, talán szerencsém lesz. Biztos, hogy vannak gombák. És itt elég sok jó mennyiségű gomba van. Juha! Nem, nem, oda nem húlunk le. Oké, okay. Közben nedörbe vagyok, mert kell egy kis glowstone. Úristen, de meg. Szóljál! Máskor, hát, ha kevés... Igen, kevés igen, csak már amikor elmentél, amikor észrevettem. Yeah. És ugye nem tudok belenyúlni a... De az emlőben sincs ugye. Egy félsztek van csak. Az emelben? Aha. Akkor viszi, de már gyere. Jó. Na mindegy, most már lent vagyok, hozok. Mert mihez kell? Hát, méheket analizálni. Vagy nem analizálni, mi? Hanem... De jó redstone is. Ne. Akkor van. Mindegy, most már. Akkor berakom ezt a 32-t, ezt a kókámpót. Jó, akkor hozok. A probléma, hogy nem találok. Hát, ja. Szerintem... Hogy menjek? Köszi szeret, ilyen. Jössz te? Ja. Menjél. Jössz te. Találok más és más irányú felszínt, úgyhogy... Csak mondjuk igen, ezek a glowstone-ok inkább jetpack-kel lehetőek. Az is igaz.
tehát itt bőven meg lesz nálam most egy step. Ja, egy step plusz... Ez ennyi elég lesz most? Micsoda? Egy step plusz öt elég. Bőven. Ki is kell jutnom. Már elmegyek a tetővégyele. De van irány, csak meg kell találnom. A nevemet látod térképen? Most nem. Egy szinten felettem, hogy alattam van. Ott már látlak. Ja. Jaj, nem tudom, merre vagyok. Azt hiszem. Itt egy gázt. Itt volt egy gázt. Á, tudom, hol vagyok. Itt igen, a Fortressnél. Ja. Csak megvan a följárat is, amit építettem. Keleton. Spannernél találkozunk, mert én másik irányba mentem pont a Spannertől. Itt vagyok a nevednél konkrétan. Jó, csak én fölmásztam 103-ra. Ja. Igen, csak nem erre. Na hát meg akkor még egy... 104, 105, 106, 107, 108. Már megyek kifele. Ja. Mondtam neked, hogy a Spannernél találkozunk, vagy mi... na. Ez lehet, hogy meg fogok halni. Aha. Gratulálok. Remélem nem volt nálad értékes. Nem, nem. Megérte gyorsan. Éjszaka nincs? Nincs, nincs. Nii! Kis rés nem találtam meg. Én visszamentem, jó? Jó. Aha, pont jókor. Jó. Most kezd sötétenni. És aludhatok is. Yeah. Abban a tekintetben azért jó volt a kaland, hogy hoztam nedörekkeket. Hát, bőven, bőven. Hát azért annyira nem bőven, de... De van. De van. Való igaz. Na, bedolgozta magát? Jaj, de jó, megdolgozta magát a Ferrus. Jó van, most leszedjük. Le kell darálni. Igen, nem mertem felhasználni az egyik plusz kaprumot, amit találtam ott a ládában a kaprumosnál. Úgyhogy inkább készítettem saját magam egyet, meg egyébként nem is olyan drága. Mm-hmm. Hát igen, azok még az alapértes mehet. Viszont Attila, készen van a ha a tollat nem tudom hova raktad. Megvannak, tudom. Én raktam be a mindiket. Jó. Itt vannak nálam.
Oké, mert át tudjuk venni akkor a Windit. Tudom. Sőt, szerintem meg is tudjuk csinálni, hogy én bedobom, amennyit tudok, és akkor te a maradékot tudod. Nézem. Nem, egyszerre lehet csak. Hát nem. Hát akkor majd megjössz, és akkor átvesszük, jó? A gasztot azt meg lecsapom, itt nem, hanem probléma, a gaszt írattam. Kettő darab gaszt ír. Az nem rossz. Itt közöttünk a videóerrel, itt a portál. Itt van pár rohadék denevér, aki nagyon idegesítő. Átjöttek! Fel is robbantottam. Őket vagy a spannert, vagy a denevér magukat? Denevért beraktam a vízbe. Az megtörténik eredmény. Yeah. Egy nether mob plusz víz, egy elő. Szóval adod a tollakat, vagy leraktad? Leraktam a méhesbe, a méhes ládába, de adom ebbe. Ebbe a méhesbe. Valami. Jippi! Wow. Ez nagyon, nagyon gyakorlatilag a kezdetek óta megvolt nekünk ez a méhecske. Dobjuk is be? Windit kapunk belőle egy csomót. Igen. Ami feltétlen jó. De ez valahol most dolgozik egyébként? Mert igen, igen, az automatikusnál. Ja. Ja, persze, onnan kaptuk a tollat. Blaze akkor most egyelőre ne dob, akkor nekünk ez most nem fog kelleni. Egy egész gáz tech Blaze Rod. Ne. De blézünk nincs, az a baj. Erről beszélek. Szerintem be fog következni, mitől félünk. Inkább, hall, nem érdekel. 50 részembe is kerül, én nem fogok annyi blézt megölni. Tehát a 100%, én megcsinálom bléz méhecskét. Nem érdekel. Én nem vállalom. Megcsinálom el. Nem azt, hanem hogy megöljem a megfelelő mennyiségű blézt. Ne. De nem éri meg. Biztos? Szóval Ferrus plusz ezoterik. Az ezoterikből a ezoterik az értékesebb, igaz? Persze, igen, persze. Ajajajaj, denevér! Nether denevér. A gászlias sivatag. A gászlias sivatagi méhecske. Létezik? Reménykedem, hogy nem. Van desert emelés napgrading, szóval... Ne félj. Nyelv. Mondalkodom, hogy mind a kettő Ferrus méhecskét fel fogom használni, a princesz meg a drón. Csak melyiket használjam föl, hogy a nickelt készítsem el belőle először. Az Industriusnak miért használjam föl? De nem, az ezoteriknek. Ezoteriknek miért használjam föl? Vényet. Királynőjét? Jó. Akkor Ferrus. Nickel. Azaz, készülj. Nickel, és akkor már csak egy lépcső fog. Igen, csak egy a kérdésem. Ugye nincs még nickel méhecskénk, igaz? Nincs. Van rá szükségünk? Akarted. Van rá szükségünk, hogy mondjuk dolgoztassuk? Tehát van nekünk igény nikkel? Hát lesz. Szerintem legalábbis. Mert hát... hogyha igen, akkor lehet, hogy jobban járunk, ha már most elkészítem belőle a második nikkel queen-t. Viszont így akkor ugye dolgoznom kell még egy ezoterikért.
Ha nem nehéz, akkor nyugodtan. Nem annyira vészes emlékeim szerint. A szerencsém, hogy ugye a Cultivatedből van bőven. Ma abból királynőt akkor csinálok, és a Eldritch az meg van bőven. Rengeteg Industrious Drone. Rengeteg. Igen, és az jó is jön, mert kelleni fog, ahogy itt nézem a recepteket. De szerintem már egyébként úgyis már túl soknál tartunk vele is. Nem mondom, berakom volna. Kicsit ürítenem kell. Rorára már nincs szükségem, Diligentre már nincs szükségem. Industriusra lesz majd még szükségem, Caprumra viszont már nincsen szükségem. Ez meg a Vindi? A Vindire még szükségünk van? Ki tudja. Tollat mire tudjuk használni? Holy Stone. Szentkő. Az igen. Elfelejtettem, hogy mit csinálok. Angel Drop. Ezoterikot. Plus Cultivated. Eldritch plus Cultivated. Oké. Kultit kell keresnem, és azt hiszem az utolsó oldalon volt egy nagy mennyiség. Meg is van. Amúgy van még egy Ferrous Queen feleslegben. Igen, azt mondtam. De nem, itt nálam most. Ja, hát... Egyszer véletlenül készítettem egy ilyet pluszba. Úgyhogy nem tudtam magunk követizálni. Szóval hát kell akkor odaadni. Hoppá! Viszont megköszönjük a kedves nézőknek a figyelmét. A második ezoteri királynő megdolgozta magát. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Helyi!